Na szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit, én Baluka vagyok, és elérkeztünk ezzel a legújabb videómhoz, és bizony, mint ahogyan a címből is olvashattátok, ez itt a 2019-es Studio Tour. Avagy mivel nyomom én? Ez az üvegajtó választja el a stúdiómat a szobámtól, tulajdonképpen idáig teljesen jól működik, majd innentől kezdve kicsit megszorul, és eléggé nagy izomerő kell ahhoz, hogy be tudjuk húzni. Ezt az ajtót akkor szoktam csak használni, amikor általában vendégek jönnek, és ugye nekik nem feltétlenül a stúdiót kell nézni, vagy csak a stúdióban vagyunk és csak bent forgatunk. Továbbá azért sem használom, mert a klíma ott van fönt, és a stúdióban akkor elképesztően meleg lenne. Úgyhogy ez is egy elég nagy indok. Utána, ha benézünk, akkor jobbra találkozhatunk a már rendkívül ismerős a videók állandó hátterével, ezzel az óriás szekrénnyel, tetején pedig tele-tele dobozzal. A stúdiót két része tudom bontani, van a nagy szekrény, és van a setup része. Először kezdek a nagy szekrénnyel, aztán pedig a setuppal. Rengeteget gondolkodtam, hogy mi lenne a legmegfelelőbb háttér a stúdiómba, és végül Döviáréknál láttam meg, hogy ők is egy ehhez hasonló, ilyen IKEA-s, nagy-nagy fekete szekrényt használnak, vagy polcrendszert használnak, és ott nagyon megtetszett, és akkor határoztam el, hogy én is valami hasonlót szeretnék. Tulajdonképpen én annyival dobtam fel az egész, hogy szereltem neki lábakat. Úgy, hogy gyakorlatilag igazából nem is lehetne rászerelni lábakat. Na mindegy, egyelőre jól működik, és nem úgy néz ki, mintha össze akarna dőlni. Fölül többnyire a gépem alkatrészei, a fejhallgató, kamerás dolgok, akár ott a YouTube D-nek a doboza, kiegészítő eszközök, videós dolgok találhatóak, illetve ma már még kaptam ezt a kis malackát szilveszterre. Alul pedig mindenféle erekjék, amiket valaha kaptam, és igazából jól néz ki, és ideillik. Tulajdonképpen a felső három sor az, ami úgy látszódik a videó, ezek vannak úgy nagyjából szépre megcsinálva. Az alsó sort azt teljesen elengedtem, oda csak pakolni szoktam. Mert egyébként, hogyha megnézitek, akkor nincsen sok pakolási lehetőség, tulajdonképpen itt van három polc, és ez az összes pakolásra alkalmas rész, úgyhogy kénytelen vagyok oda is pakolni valamit. Ha már ugye, ez nem nagyon fér el itt. Srácok, egyébként képzeljétek el, hogy amikor építettük a szobát, akkor mindent dokumentáltam, úgyhogy ha esetleg szeretnétek arról a videót látni, hogy hogyan készült a stúdió, és hogyan készült a mellette található szobám, akkor mindenképpen dobjatok egy hatalmas lájkot, és írjátok le kommentbe. Itt található három Razer fejhallgató, Kraken USB, Kraken USB és Kraken Pro. Ez van most. Ez pedig, vagy ez, nem tudom melyik, az meg ott van. Szinte a kezdetek óta ilyen fülhallgatót használunk, nagyon bevált és nagyon szeretem ezt a márkát, csak hát az van, hogy igazából ezek egy évet bírnak. Mert hát, hogy egy év után igazából ilyen sorsra jutnak nálam. Nagyon szeretem a stúdiót zöldben tartani, úgyhogy rengeteg ilyen IKEA-s műnövény található meg. Egyébként tegnap jöttem rá, hogy ez hát nem is földből nőtt ki. Van itt. Ez, meg ez. A videó második felében fogok mesélni a gépemről, és hogy milyen alkatrészek honnan vannak, mik vannak benne, mert ugye, mint ahogyan láthatjátok, a gépem elemei is olykor megtalálhatóak itt. Az a szörny, arra a szörnyetekről beszélek, arról ott. Ironikus, mert hogy ez a kis autó, ez már nagyon régóta megvan, ez egy Engine-os kis autó, akikkel volt egyszer együttműködésem, viszont egy Legos Overwatch-os PR-os dobozos előtt van. Úgyhogy a kettő az üti egymást, de nem baj. Szerintem meccselnek egymáshoz. Ennek a haveromnak van egy kis tesója is, ő valahol ott a falon túl egy dobozban van benne, de megvan, őt is szeretjük nagyon. Ezt a részt már mutattam, ez egy GTX 1080 Ti, illetve egy Intel i7 8700. Ezt a babyten azt pedig GetYtól kaptam nemrég. Ha nézd meg milyen cuki! Cuki! A csatorna története óta négy mintám volt összesen vásárolható a boltokban. Az első az most nincs itt kiállítva, viszont utána következett ez a debelős, majd a bilukás, és végül de nem utolsó sorban a Lucky Blockos is, meg ez a kis aranyos mumba. Gombástein! Srácok, egyébként lenne igény új mintára? Szeretnétek esetleg új balukás termékeket vásárolni? Lehet akár Scrap Manikos minta is, Minecraftos is, vlogos is, bármilyen igazából. Írjatok le kommentbe! Ez is ilyen kis legós cucc, kiraktam, mert igazából pont illik ide a szekrénynek a bal felső sarkába. Ez pedig a Jelly Bellis fiok, polc, vagy na. Lyuk. Ő itt Mr. Jelly Belly, az ott a tojása, abból kell ki a következő. Ez itt két Minecraftos blokk, mind a kettőt egy nézőmtől kaptam, illetve az egy picike creeper fej, azt is egy nézőmtől kaptam. És látjátok, megőriztem is, ki is van rakva. Olyan jó lett. A következő polc egy picikét érdekes, mert hogy itt a Minecraft és a valamilyen random Fortnite-os oklevél keveredik kicsit. Mondjuk ez ugyanúgy itt is igaz lesz majd. Így. Ezt a kicsi creepert anyumtól kaptam a 8-os ballagásomra. Itt egy picike bárányka, egy Minecinemás bögrébe, egy kőcsákánnyal. Ezt is GetYtól kaptam, ez egy PUBG-s kucsató. Ezt a kis díjat 50 ezer feliratkozóra kaptam a partner cégemtől. Ez egy csapó, amit egyébként filmforgatáson is néha beszoktam vetni. Mögötte pedig egy eléggé érdekes kis dolog, ami nem más, mint egy...
Ups. Egy Fortnite-os oklevél. Hogy miért, azt ne kérdezzétek. Karácsonykor rám írt e-mailben az Epic Games, hogy nem lenne kedvem kapni karácsonyra egy Fortnite-os csomagot. Ha mondom, persze. És küldtek nekem egy Fortnite-os oklevelet, mindenféle kis ajándékot, ott a sár is, minden. Úgyhogy addig sosem volt még Fortnite-os tartalmam. Igen, pont erről beszéltem. Egyel balra, egy Fortnite-os plüsláma, ami nagyon-nagyon királyul néz ki egyébként. Egy kis haverja Thanosnak, csak ő nem tud bólogatni. Hátul kraftolók kézikönyve, itt elől pedig egy picike lámás kitűző, amit szintúgy Gary Psylon-tól kaptam. Ugorjunk egyel balra. Annó még torna legjobb játékosáért kaptam egy ilyen kis kupát kézilabdába. Ezt a barátnőmtől kaptam, az van ráírva, hogy a legjobb barátnak a világom. Ezt pedig itt a mini házi gomfoci bajnokság győzelméért kaptam. Magamtól. Hátul a természet lágy idéje, abból is két darab. Mögötte pedig a ma is tanultam valamit 3, ami egy nagyon-nagyon érdekes könyv. Mindenféle okos gondolat van beleírva. Egyébként, hogyha érdekel titeket, akkor Brownnak az Instagram oldalán van sztoriba, rögzített sztoriba, ilyen ma is tanultam valami sorozat, és ott tesz fel mindig ilyen érdekes dolgokat. Egyen lejjebb, jobbra 2-t és vissza ide. Az igazából pókerszett, amivel rohadt régen nem játszottam, de nagyon szeretek pókerezni. Ez meg itt egy mosolygós, szemüveges, smiley párna. Szevasz, tesó. Ezek játékszigetes cuccok, igazából slime buff és bentenes karóra. Egyen jobbra, itt ezeket már nagyjából bemutattam. A limitált kiadású balukás-bilukás mintából, ugye a természet lágy idéje ott hátul megtalálható újra. Nemrégiben a Pólusban volt Hódítók hétvégén nevű rendezvény, és oda én is meg voltam hívva, és ajándékul kaptam egy ilyen kis kulacsot. Menő, színes és pont illik ide. A következő rész igazából csak emlék. Ő itt Mici. Nem Mici mackó, hanem hogy Mici. Aki mackó, csak hogy na, ő Mici. Tehát ő itt Mici, régen rengeteget játszottam vele, és nagyon-nagyon szerettem. Mert most is szeretem, csak most már nem nagyon játszok vele. Ő ott zombi, ő pedig a kis zenélős Mikulás, akit már biztos ismerhettek. Neki a valagában el van rejtve egy kapcsoló, ami nem is a valagában van. És twerkel! Tud twerkelni! Karácsonyi kapsz pihenőt. Ezeken most villámtempóval fogok végigmenni, mert mint ahogyan mondtam, ez igazából csak raktár. Az a kézilabdát minden veszprémi játékos aláírta körülbelül 5 éve, ez itt egy Jelly Belly cukoradagoló, azok érmek, ez itt egy random Milka, ami már szerintem üres, ez pedig itt... Nem is tudom, hogy mi ez. Ja, a drónnak a doboza. Fortnite-os sálpárkönyv, amit nézőktől kaptam, az ott a fejhallgató már mondtam. Ez itt a nagy kamerámnak a doboza, a GoPro-nak az üres doboza, illetve egy 10 méteres kábel, amivel majd 24 órás live-ban fogunk nagyon királyokat alkotni. Gyémántkart és gyémántbalta balukás párna és Jelly Belly is bimbazörös társasjáték. Tulajdonképpen ez a szekrény az elmúlt egy év alatt vette fel ezt a jelenlegi formáját, mert hogy gyakorlatilag minden nap változik. Hogyha esetleg holnap kapnék valami nagyon menő dolgot, akkor biztosan kiraknám, és hogyha át kell rendezni, akkor bizony átrendezem. Régen emlékszek, hogy fele cucc volt meg ugyanennyi polcban, de ahogy tényleg kapok innen-onnan valamit, és az pont odaillik, akkor bizony kirakom, és egyre jobban zsúfolt, és egyre jobban-jobban néz ki, egyre jobban-jobban-jobban. Úgyhogy szerintem ez a polc nagyon király. De ti is írjátok le róla a véleményeteket. Most pedig akkor amondó vagyok, hogy forduljunk egy kicsit balra. Ez itt bizony a YouTube díjam, sziasztok! Hát kb. Én ma takarítottam le olyan fél év után. Erre is nagyon-nagyon büszke vagyok, és ez a ti díjatok. Aztán balra, lent. Itt van a zongorám, biza. Rengeteget szoktam mostanában zongorázni, úgyhogy hallgassatok meg valamit. Nem lesz hosszú, mellett így a YouTube. Itt a zongora oldalán lóg valami táska, amiről nagyon nem tudom, hogy pontosan ez mi. Valami káziós, tehát biztos valami zongorás, de hát nem tudom megmondani. A pedálom egy picikén nyikorog, de le van ragasztva, úgyhogy ez bizony innen nem fog elmenni. Ezt egyébként nemrég ragasztottam le, mert eddig mindig csúszkált össze-vissza. Ha veszünk egy 180 fokos fordulatot, akkor bizony itt található a premier előtti végtelen háború helyett. Hogyha veszünk egy 180 fokos fordulatot, akkor bizony itt található a premier előtti bosszúállók végjáték premier előtti becsicsésének a... Ijaj. A
premier előtti bosszúállók végjátéknak a plakátja, ebbe a filmbe ekkor szerelmesedtem bele. Egyrészt ezek a lilás-kékes színek nagyon-nagyon illenek a stúdió alapbeállítottságához. A háttérképemen is láthatjátok, hogy lilás és kékes, alul általában ilyen rózsaszínes lilás szokott lenni a megvilágítás, ott hátul pedig kék, csak most az a softbox bizony. Ott van, mert nincs állványa. Nem tudom, hol az állványa. Úgyhogy most nincsen hátul kék világítás, de na, most ettől eltekintünk. Ott vagyok, hello! Na akkor a mondó vagyok, hogy kanyarodjunk rá a legérdekesebb részére a stúdiómnak, a setupra. Mint ahogyan láthatjátok, fölül egészen szép nagy rend van, alul is egészen szép nagy rend van, de ott hátul alul az, na az ott a káosz. Itt az asztal alatt egy lecsígod láthattok körberagasztva, ez adja meg itt az asztal alatti világítást. Ami, hogyha innen nézzük, akkor sokkal szemben nem látszanak a káblák ott hátul. Persze nem is ilyen magasságból szoktam nézni, hanem elmondom nektek ilyenből. Úgyhogy innen rohadtul nem látom a kábleket. Na ott minden van. A gépem, a lámpák, a konnektor, a router, a modem, a kuka az nem. Minden! Mellesleg egyébként itt van egy kapcsoló, ide fel van ragasztva az asztalom aljára. Mert hogy ez egy ilyen gyors kapcsoló, ezzel tudom a softboxokat irányítani. Közben csak ennyit kell csinálnom, így kattingatni. Tök jó buli. Ezek mellett ez itt a nagy kamerámnak a töltője, aminek a hátoldalán tépőzár van, mert hogy ennek a tépőzárnak ott kéne lennie fönt, csak a ragasztó elengedett. Azért tépőzáros, mert ugye, hogyha megyek el, akkor csak leszedem róla, berakom a táskába, videózni, forgatni, vlogolni, gameplayelni, barátokkal szórakozni, nézőkkel találkozni, soroljam még. Az asztalomon most rend van, ez eléggé nagy csora. Ez itt egy ázuszos billentyűzet, ami nekem bevált, Cerberus, nem tudok ennél többet róla. A doboza ott van fönt, az ott középütt, az ott. Az egerem is a kitben volt benne, ez is tök jó. Alatta egy balukás Lucky Blockos mintájú egér pad, amit nagyon-nagyon szeretek, a leírásban ott van egyébként a link, ahol meg tudjátok ti is vásárolni. A fejhallgatót azt már mondtam, ugye az Razer Kraken Pro V2. Van ennek egy standard neve, amit szoktam mondogatni, de nem jut eszembe, minden esetre ragadós, öntapadós jegyzetfüzetlap. Na ez itt egy Activity-s homokóra, amit szerintem még a Cyberjump-os Jelly Belly-s közös videóba használtunk egy fél éve. Nem tudom miért van itt, azóta nem raktam el. A természet lágy idéje. Ez a mikrofon életem legelső profi mikrofonja volt. Nem tudom, hogy mutassam, hogy látszódjon. Ez egy Onamic 900B, ami szerintem most már lassan 4 éve megvan. A videósok, akik el szeretnék kezdeni profi minőségben a tartalomgyártást, általában egy ilyen mikrofont vásárolnak először. Na én is így voltam vele, és azóta megtartottam, azóta nem cseréltem le. Nekem igazából semmi gondom nincsen vele, nagyon jól működik. Az állvány pontos nevét nem tudom nektek megmondani, abszolút nem emlékszek, a mikrofonnal egy idejűleg vásároltam. Hátul található ez a két szexi lámpa. Na meg az ikertestvérjük, az mondom ott van, csak hát mondom nincsen izéje, nincsen állvány a szegénykének. Ez nem hirdetés, de ezt a három softboxot, mert ugye a harmadik az ott lógna be a fejem fölé, ezt a három softboxot a vidaxl.hu oldalon vásároltam, nem felvágás, 35.000 forintért, ami elképesztően megérte. Softboxot legalább ilyen 60-80.000 forinttól kezdődik, akár három ilyen softbox lámpával mindennel együtt állvánnyal. Teljesen jól működnek is, de amióta megvan körülbelül 2-2,5 éve rendkívül jól működnek, és még az izzót sem kellett benne egyszer sem cserélni, pedig rengeteget vannak használva, tényleg minden videóhoz, minden hosszabb Béloadásnál 24-12-8 órás live-okat is kibírt egyhuzamba. Úgyhogy szerintem a stúdióban ez volt a leges-leges legjobb árértékű vásárlás. Ezt csekkoljátok. Hogyha lejjebb tekintünk egy kicsit a softbox lábánál, akkor ez itt egy Logitech C920-as webkamera, ezt szoktam használni élőadásokhoz a facecamek megoldása érdekében. Viszont ennek kb. 2 hét is lőttek. Mert hogy bizony itt van mellette a nagy kamerám, ami egy Panasonic G7, azaz Lumix G7, rajta pedig egy Rode VideoMic Go mikrofon. Na és hogy azért lesz vége lassan a webkamerának, mert hogy bizony, mint olyan tudhatjátok, elkezdtem Twitch-re élőadásokat gyártani, a Twitch-em ott van elérésben, kérem kövessetek be, Lécike. Ugye elkezdtem Twitch-re élőadásokat csinálni, illetve YouTube-on is szeretnék majd a nyár folyamán live-okat csinálni nektek, és mivel a webkamera azért nem tud annyira jó minőségű képet nyújtani, mint a nagy kamerám, ezért arra gondoltam, hogy beszerzek egy Elgato Cam Linket, ami lehetővé teszi, hogy a nagy kamerával tudjak élőadásozni, ezzel leváltva a kicsi webkamerát. Tehát nézzétek meg, ez ekkora, ilyen kicsi az objektíve, míg ez ekkora és ilyen nagy az objektíve ehhez képest. Viszont ezt még most nem tudom nektek bemutatni, mert körülbelül 2 hét mire megjön a Cam Link és a hozzátartozó HDMI kábel. Továbbá, annak érdekében, hogy ne merüljön le a kamera élőadás közben, rendeltem hozzá Amazonról egy olyan aksit, amit hogyha berakunk a kamerába és bekötjük az áramba, mert hogy egyébként lent rengeteg konnektorom van. Ott van 6, meg ott van még
kettő, meg abba ugye még egy elosztó, minden van itt, valahova bedugjuk, akkor gyakorlatilag a kamera állandó töltés alatt van, és egyáltalán nem tud lemerülni. Lehet, hogy egyidejűleg nem bír ki két napot megállás nélkül, de egy 24 órás live-ba pici pihentetésekkel, átvezetőkkel biztos, hogy ezt fogjuk már használni. Ja igen, nem mondtam. Augusztus közepén 24 órás live YouTube-om. YouTube-om? Twitch-en is lesznek live-ok, de ez most YouTube-on lesz. Na jó van, igazából szerintem mindent elmondtam. Tulajdonképpen három kamerám van jelenleg. Ez a Panasonic Lumix G7, a kicsi GoPro Hero 5, amivel nem vagyok teljesen megelégedve, valami kis gondja van, és eléggé, hát a pixelek így összetobzódnak. Nem mindegy, ezt majd valahogy megnézetem, vagy valahogy megcsinálom. Valamiért ezt a kis Canon G7X-et most újra megszerettem, és újra elővettem, mert ugye egyébként a nagy kamerával csináltam volna ezt a videót is, viszont most valahogy ehhez volt kedvem, ennek nagyon jó az autofókusza. Legalábbis régen jó volt, most nem tudom, hogy pontosan milyen, de remélem, hogy jó. Mert ha nem, akkor ennyi lesz. Mielőtt rátérnénk erre a polcrendszerre, engedjétek meg, hogy bemutassam nektek ezt itt. Nem ezt itt, hanem hogy ezt itt. Ez az én kis terminátorom. Ha jól tudom, körülbelül olyan 8 hónapja lett megvásárolva ez a gép, és olyan 6 hónapja van teljesen kész állapotában. Kezdjük a külsőségekkel. Ez itt egy Hama SD kártya olvasó, ami nem nagyon-nagyon működik. Működik, csak hát mindig ki kell húzni, meg be kell dugni, így, hogy csak belerakom az SD kártyát, úgy nem akar egyből jelet adni. Mindegy, ez a legkevesebb. Na az a baj, hogy olyan üveg az oldala, hogy gyakorlatilag mint egy tükör úgy néz ki, és a belseje az bizony abszolút nem látszik. Vártuk. Mi van, ha kikapcsolom a fényeket? Hát, nem sokkal jobb. Fehér? Fehér? Mennyire jobb? Állj, le kéne menni az üveget. De nem akarom levenni, mert aztán meg lusta vagyok visszaragni, és így lesz éveken keresztül. Itt a hátoldala rengeteg kábel lóg ki belőle, úgyhogy eléggé durva lesz, hogyha valahol el akarom vinni, akkor eléggé komoly kábelmennyiséget kell majd kiszednem belőle. Röviden, amit tudni kell róla. Egy Intel Core i7-8700-as processzor dolgozik benne, alatta pedig egy Nvidia GeForce GTX 1080 Ti videókártya, ami most éppen lustul, de általában szokott dolgozni keményebb rá. Ezek mellett 2x8 giga DDR4-es HyperX RAM, 240 gigás SSD, 650 wattos tápegység, és mire vagytok még kíváncsiak? Alaplap? Megnézzem? Megnézem! Megnézem! De a távirányítót azt elviszem, mert itt fog maradni. Ez jó. Na ez itt az alaplapom, kicsit megbújt itt a szélén. Ez egy TUF Z370 Pro Gaming Motherboard. Asus. TUF Gaming. Még valami info esetleg? Kommentbe kérdezzetek, hogyha valami nem világos a géppel kapcsolatban. Igazából szerintem a gépről ennyit. Nagyon nem tudok mit mondani róla. Ott a kis aranyos, gőzöl, füstöl, tolja neki keményen, bum. Gyorsan végigmegyek a dobozokon. Új gépem SSD-je. Hátul ennek a kamerának a doboza. iPhone 7-nek a doboza, az ott egy AirPods doboz, kis malacka, RAM doboz, billentyűzet, hátul Xeon stabilizátor, YouTube doboz, billentyűzet megint, ez a drón, a DJI Mavic 2 Pro-nak a doboza, az pedig ott a Flymore kit, hátul mögötte a Cooler Master-es hűtő, alattuk, te jó ég nem mondom meg, hogy mi, alattuk mögöttük a laptopom, az Asus Zenbook-nak a doboza, itt ez egy random kínai billentyűzet, hogyha bármi gond lenne, Razer Kraken Pro V2, Razer Kraken USB, még egy Razer Kraken USB, az ott a 650 wattos tápom, ez pedig az alaplap. Na és akkor zárásnak itt van még ez a három polt, ez is nagyon nagy kedvenc. Tulajdonképpen a szobának a készítésénél tudnom kellett előre, hogy a stúdióban mit akarok, és hogy mit hogyan akarok elrendezni, úgyhogy úgy kellett lemérni. Szélességében 155 cm a stúdió, hosszában pedig vagy 300, vagy 330, ezt nem tudom pontosan. Viszont ezek a polcok nagyon is kellettek ide, mert megtörik, egyszerűen ilyen szint visznek a szobába. Rengeteg kamera papucs az állványokhoz többnyire, ezek lett távirányítók, van itt két SD kártya adapter, itt ilyen kis kamera mikrofonjára, kis szélszűrő, erre a kamerára, GoPro, selfie botnak a vége, telefontartó, GoPro csavar, GoPro aljak, talpak, kamerának a lencsére a védővízégenyó, két színesen világító ledégő, powerbank, bang, ennek a kis kamerának a tokja, azt a kis 3D nyomtatott csünit egy nézőmtől kaptam most a plate-em, ez a szivacs a falból van, ezzel a fallal, srácok, ne akarjátok megtudni, hogy mennyi munkám volt kb. Nem folyamatos munkával, de legalább egy vagy másfél hétig csak ezt a falat raktam. De mondom, hogy szeretnétek a stúdió készüléséből videót látni, ahol mindent elmondok nektek, akkor nyomjatok egy hatalmas lájkot és írjátok le kommentbe. Ha tovább haladunk, akkor egy tartalék SD kártyolvasó, ugye az ennek a régebbi változata, az ott egy kis lencsetörlő, selfie bot, ami nem jó, az meg ott egy gorillapod, ami már nem nagyon-nagyon jó, a természet lágy idéje, benne egy alkoholos filccel, az ott az alkoholos filc gyűjteményem, amit az összes Playit-ről, Mindshow-ról, Mindcinemáról hoztam magammal haza, jó, vannak sima tollaim is, na. Ez itt két balukás bögre,
alattuk levelek, zsepi és kis papírdarabok. Ez itt a drónomnak a kis utazós táskája, a könnyű táska, mert hogy fölötte van a hard case. Na ebbe utaztatni szoktam. Repülőre most vittük Nápolyba, úgyhogy abból is hamarosan érkezik az olasz vlog. A repülőre mind a három aksit le kellett meríteni, és a távirányítót is egy picit lemerítettem. Odafele minden nullán volt, simán átengedték, visszafele volt azért benne, hát ilyen 5-7-10% mindegyik aksiba, de semmi gond nem volt, és simán átengedték. Ez itt a stabilizátorom, forgatásokra szoktam általában használni, vagy fontosabb vlog tartalmakhoz. Az ott, hát nem is tudom, hogy a fej, vagy a mellpánt. Ez a GoPro-nak a mellpántja. Ott mögötte a kamerás táskának a pántja, de azt nem nagyon szoktam használni. Ez itt bizony egy belukás iskolatáska, link a leírásban. Ugye mondtam, drónnak a kemény táskája, az pedig ott a kamerás táska. Jó, szerintem mindent megmutattam nektek. Szerintem ez elég hosszú videóra sikeredett, úgyhogy ha még mindig itt vagy és nézel, akkor ezt mindenképpen írd le kommentbe, és én nagyon hálás leszek neked. Most pedig elérkeztünk a videónk végéhez, nagyon remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha így volt és szeretnétek még a jövőben stúdió vagy akár room tour videókat látni, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot és iratkozzatok föl. Nagyon örülnék, hogyha ez a videó elérné a 4000 lájkot. Továbbá, hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy hogyan készült ez a stúdió a mellettem lévő szoba, vagy hogyha az utóbbi szobából is szeretnétek még room tourt, akkor azt mindenképpen jelezzétek kommentbe, és megcsinálom azokat a videókat is. Még egyszer, hogyha tetszett, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel és osszátok meg, én Baluka voltam, találkozunk legközelebb is, sziasztok!